Többen is úgy vannak hatósági házi karanténban Pécsett, hogy a családtagjaikat nem kötelezték otthonmaradásra. Ezt az ATV híradó tudta meg. Az érintetteket az ANTS munkatársa tájékoztatta arról, hogy a fertőzöttön kívül senkinek sem kell otthonmaradnia. A városban egyébként már minden iskolában van koronavírus fertőzött. Ebben a pécsi iskolában is karanténba került egy osztály a koronavírus miatt. Lassan nincs már olyan intézmény a városban, ahol ne találtak volna fertőzött tanulót vagy pedagógust. Nem tudjuk most már, hogy hányan covidosok, hányan nem. Hát most például a legutolsó eset, vagy a legutóbbi eset, konkrétan velem is ilyesmi történt, hogy bejelenti egyik tanítványom azt, hogy hát az egyik családtagjuk otthon van karanténban. Igen ám, csak az a probléma, hogy a karanténos sem tesztelték, nem lehet tudni, hogy fertőzötte, de az egész családnak megmondták, hogy nyugodtan el lehet menni dolgozni, és el lehet menni iskolába. A probléma nem egyedi. Egy pécsi egészségügyi dolgozó is megfertőződött, bár ő karanténban marad, viszont a vele egy háztartásban élők folytathatják mindennapi életüket. Jeleztük ugye az iskolák felé, óvodák felé, házi orvosok felé, és majd két nap után fölhívott minket az ANTS, és a hölgy kérdezte a dolgokat, hogy ki hogyan merre lakik, és akkor mondtuk neki, hogy hát mi egy címen lakunk a fertőzöttel. És akkor mondta, hogy jó, rendben, akkor a fertőzött marad otthon, házi karanténban, de hogy mi mehetünk ugyanúgy tovább dolgozni, iskolába, óvodába. Az Alamegyei Nagyrécsén szeptember 4-e óta zárva van az iskola. A tanulókat digitálisan oktatják, mert a tanári kar nagy része fertőzött, vagy kontaktszemélyként karanténban van. Néhányunknál most kezdődtek el a tesztelések, hogy két negatív tesztünk legyen és visszatérhessünk oktatni, de még nem mindegyikünk van jól, tehát még valakinél, vagy többünknél még a héten nem is lesz meg, nem fogják elindítani magát a tesztelést, mert még tüneteket produkálnak. A Hajdú-Bihar megyei Ebesen egy egész óvodát kellett bezárni a járvány miatt. Az intézmény vezetője ezt azonnal jelezte a jegyzőnek. Két dolgozó tudomása szerint COVID igazolt fertőzött. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától pedig ugyanazon a napon megérkezett egy határozat arról, hogy rendkívüli szünetet kell elrendelni az intézményben. Sokan úgy vélik, nem is a vírussal van a baj, hanem azzal, hogy mindenki össze-vissza beszél az intézkedésekkel kapcsolatban. Szóval nem tudom fölfogni most, hogy valóban, hogy kell maszkot hordani, kell, hogy védekezzünk, vagy pedig hagyjuk egészet. A hivatalos kormányzati állásfoglalás szerint viselni kell a maszkot, mert így megállítható a cseppfertőzéssel terjedő vírus.